Köszöntöm nagyon sok szeretettel a kedves televízió nézőit. Önök az Ébredés című műsorunkat látják. Minden hétfőn reggel 9-kor, majd este 10 órakor megismételjük az adást. Köszöntöm nagyon sok szeretettel Szilvási László presbiter testvéremet, aki a Krisztus gyülekezetéből van közöttünk. Köszöntelek sok szeretettel. Köszöntöm én is a kedves nézőket, és nagy megtiszteltetés, hogy önökkel tölthetek egy rövid időt, és megoszthatjuk gondolatainkat, ami erősen a Bibliához kötött, és az Urat keressük benne. Hiszem, hogy épülésünkre szolgál önöknek is, nekem is. Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, hogy valami olyan kedves ige, amely a szívedhez nagyon közel áll, és hogyha megosztanád velünk és a kedves nézőkkel, és nyugodtan hát pár gondolatot fűzél hozzá. Nagyon közel áll hozzám a Zsoltárok könyve egyes szakasza. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanása szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Ez az igevers a keresztény ember lelkületéről szól. Így él egy keresztény ember. És hogyha az Úr tanításai, parancsai szerint él, és abfölött elmélkedik, akkor az ő életén áldás van. És ez az áldás a keresztény ember legnagyobb kincse. Igen, köszönöm szépen, hogy ezt megosztottad velünk, és valóban hát nagyon áldásos ez az első Zsoltár mindazok számára, akik hát félik az Urat, és akik az ő útján járnak, és ezeknek a következménye az, hogy az Urat szolgáljuk, hogy az ő áldása van az életünkön, és hát ezt úgy választottad, biztos, hogy a te szívedhez is ez nagyon közel van. Az én megtérésemben ennek a versnek nagyon nagy szerepe volt. Igen. Na majd arra is visszatérünk, csak még szeretném hát megkérdezni tőled először azt, hogy hát hol születtél, és hát hol töltötted a gyermek éveidet, hogyha erről is szólnál. Egy Pest megyei kis faluba, Kókán születtem. Igen. Édesapám ott volt kántortanító, katolikus vallású. Aztán onnan elkerültünk Alagra, ez ugye ma Dunakeszi része Alag. Igen, igen. Oda hívták kántornak édesapámat, és ekkor, szóval ott töltöttük hát a kisgyermek éveimet, tulajdonképpen ott töltöttük. Igen. Apámról annyit, hogy innen őt ilyen alkalmilag a
esztergomi templomba segédkántorként is meghívták, csak hát aztán jött a második világháború, behívták katonának, és aztán fogságba került, 47-ben jött haza, akkor már én 10 éves voltam, nagyapáméknál vészeltük át a háborút, anyai nagyapám, ő is kántortanító volt, ő volt az első tanítóm is az iskolában. Aztán visszamentünk Alagra, ott hát tényleg csak nagyon röviden, hogy apámat minden áron rá akarták bírni, hogy az ottani katolikus papra mondjon terhelő dolgokat, és hát ezért Vászon elég rendesen helybe hagyták az ávósok, és dobták ki a hajnalba az úttestre. Na és el kellett mennünk Alagról, és elmentünk Nagykőrösre, ott voltam. Na, hozzátartozik, hogy eddig, tehát ekkor voltam 12 éves. Igen. Eddig én 5 éves koromtól kezdve, eddig minden nap jártam templomba. Katolikus templomba minisztráltam. Ja, igen. És utána, tehát amikor elkerültünk Nagykörösre, akkor minden ilyen vallásgyakorlási dologban visszavonult a család. Hát persze úgy, hogy apám biciklivel átment Kecskemétre a templomba, ő a főúton biciklivel, én a szőlőúton mentem, ugye, biciklivel, és úgy jártunk templomba Kecskemétre, vasárnap. Igen. Húgom, ő nem igazán volt egész, szóval beteges volt, és édesanyám, ők otthon maradtak, tehát ők nem. Aztán Nagykőrösről elkerültünk Veszprémbe, ott érettségiztem a Veszprémi Lovasi Gimnáziumban, volt piarista gimnáziumban. Nagyon jó iskola volt, nagyon jó. És hiába államosították, a szellemiség az... Megmaradt. Az ott volt, úgy. Igen. A falakból súlyázott. De volt is, néhány tanár is volt még a piaristáktól. A gyermekéveim tulajdonképpen a sporttal voltak teljesek. Mit sportoltál? Atlétizáltam, teniszeztem. Ebben az időszakban, aztán amikor Veszprémbe kerültem, ott, mint a mai napig is, ugye ott élén kézilabda élete, akkor is már az volt, és akkor kezdtem a kézilabda felé orientálódni, és hát az 50 éves koromig el is kísértett, úgyhogy... Igen, igen. Akkor sokáig. Igen, hát a játékosként is, meg de főleg edzőként, sportvezetőként voltam eredményes. Egy 2 éves időszakra a férfi junior válogatottnak voltam az egyik edzője a Fazekas Laci mellett. Aztán hát sportvezetősködtem Veszprémbe is, aztán Budapesten a budapesti Spartakusznál, és aztán közben elvégeztem a Pécsen a pedagógiai főiskolát, biológia testnevelés szakot, aztán a TF-en még szereztem hozzá egy kiegészítő diplomát, és hát tanítani a diplomázás után 2 évet tanítottam, aztán elmentem teljesen a kézilabda felé, és
itt Budapesten 78-ban, aztán elkezdtem megint tanítani a Bacsó Béla úti általános iskolába, egy testnevelés tagozatos iskola volt. Ott voltam 11 évig, és aztán kikerültem Pilisszentivára, ott egy az ottani általános iskolának lettem az igazgatója, pályázat útján nyertem el, és hát ott az általános iskola mellé szerveztem egy szakiskolát és egy művészeti iskolát. Ebből a művészeti iskola ma is működik, a szakiskolát azt az oktatáspolitika hát megszüntette, úgyhogy ennyi az életpálya. 81 éves vagyok, az időm 80%-át a gyülekezeti élet tölti ki, a fennmaradt 20%-ba pedig a helyi barátokkal töltjük el. Igen, de most azt szeretném kérdezni tőled, hogy mégis hát hol fogadtad be az Úr Jézust, vagy milyen körülmények Igen. között, és hát erről hogyha Igen. beszélnél. Tehát most 81 éves elmúltam. A 75 éves koromban tértem meg. 75 éves koromban. És szóval senki ember engem erre nem késztetett. Egyszerűen ott volt a polcon a Biblia, és témferegtem otthon, levettem, és felütöttem, és János evangéliumánál ütöttem fel, és ezt elkezdtem olvasni, és csak egyszer csak hajnal lett, és én még mindig olvastam. Mindig olvastam. És akkor a húgom, aki nálam 21 évvel fiatalabb, édes testvérek vagyunk, tehát Igen. Én, ő járt egy ilyen karizmatikus gyülekezetbe, és kérdeztem tőle, hogy lehet oda elmenni vendégnek? Hogy ne, persze. És hát elmentem vendégnek. És ott volt egy férfi, akit a pásztor kiszólított, hogy bizonyos dologról beszéljen. Igen. És olyan lenyűgöző volt számomra, ahogy ő beszélt arról, hogy Igen. na mondom, ha ez az ember velem szóba áll valahol, akkor nekem itt a helyem. És akkor ott megszereztem a telefonszámát, felhívtam, és Kis György egyébként a neve, és találkoztunk a Városmajori parkban, 2 órát sétáltunk, és eldöntöttem, hogy nekem... Igen. Na most nyugdíjas voltam. Igen. Éltem az egyik napot a másik után. Szóval ez akkor nem fogalmazódott meg bennem, tulajdonképpen céltalanul. Igen. Céltalanul. Igen. Igen, nem és volt különös. Olyan célt adott, tartalmat adott az életemnek, hogy szóval én egy bibliai szakaszon képes vagyok 3-4 órát elkotlani. Úgyhogy... Igen, hát elmékezz rajta, és igen, hát, hogy mindazt megértsed, hogy mit akar üzenni számodra. Igen, ez nagyon jó. Például nagyon sokáig nem értettem a Máté 22, ahol a király esküvői vacsorára hívja ja, igen. A barátait, nem jönnek, stb. És ugye ott volt egy ember, akit kidobtak, mert nem a megfelelő öltözetben volt. Igen. Honnan volt a többinek öltözete? És kikutattam, hogy zsidó szokás volt, hogy Igen. az esküvőkre a vőlegény, vagy a vőlegény szüleinek
szülei által adott ruhába kellett megjelenni. Azaz, ott kaptak egy egyszerű köntöst, igen, és mindenki abba volt. Ez az egy ember nem vette fel a köntöst. Nem vette. Ő is kapott, nem vette fel. Tehát nem megfelelő öltözetben volt ott. Na, szóval ilyen. És ez ugye nem nincs benne a Bibliában. Ennek utána kell. Igen. Nem értettem, miért dobták ki azt a helyet, és a többi miért volt jó ruhában. Volt jó. És ez van egy ilyen szokás a zsidóknál. Úgyhogy igen. Igen. Hát. Vagy illetve volt akkor, most nem tudom, hogy hogyan. Na, valóban ezért nagyon jó hát kutatni az írásokat, hogy vannak olyan területek, amit esetleg elsőre nem értünk, de utána lehet nézni, meg keresni, hogy hát hogyan, miképpen történt ez, és ez a te életedben is, hát ilyen valóságos volt, hogy hát akartad megtudni, hogy miről is szól, és hát megadta az Úr. Csütörtökönként van a gyülekezetünkben ilyen ima alkalom háznál, és bevezettük itt az utóbbi időben, hogy mindig más, bármelyik ige verset kiveheti, és akkor azt kielemzi, elmondja, hogy neki ez mit mond, hogy mond, és nagyon jó dolgok jönnek belőle. Igen, igen. Hát ez valóban jó az, mikor hát éhezzük, szomjúhozzuk az igazságot, igen. És akkor Isten megelégíti, ami szellemünkre valóban szüksége van, ugyanúgy, mint a testünknek a táplálásra, ugyanúgy a szellemi táplálékra is. Isten beszéde. Igen. És akkor egy testvéred, vagy van több testvéred is? Négyen voltunk testvérek. Négyen? Volt egy lánytestvérem, aki már sorban mondom, igen, aki egy évvel volt fiatalabb, mint én, ő 10 évvel ezelőtt ment el az Úrhoz. Aztán volt egy öcsém, ő 21 éves kor, ő 7 évvel volt nálam fiatalabb, 21 éves korában motorkarambolozott, egy stráfkocsi, te vidéki ember vagy, így tudod van, mi a stráfkocsi, igen. Egy olyan kivilágítatlan stráfkocsiba rohant bele motorral, és hát ott a helyszínen meghalt. Hát akkor biztos. És van egy húgom, akiről már az előbb említettem, ő 21 éve fiatalabb, tehát most ketten érünk, ez a 21 éve fiatalabb húgom és én, a másik két testvérem eltávozott. Nagyon jó testvéri kapcsolatba érünk. Tehát, igen. De szóval nincs olyan alkalom, amikor találkozunk, és ez heti rendszerességgel megvan, hogy ne kötnénk ki valami bibliai dolog mellett, ami zömében ő kérdezi, de mikor most jöttem ide, azt mondja, hogy nem tudom, miről fogtok, fölhívott telefonon, nem tudom, miről fogtok beszélgetni, de feltétlen mondd el a te megtérésedet. Igen, igen. Most, hogy kérdezted. Igen. Igen, igen, igen. A családról még annyit, hogy két gyermekem van, a lányom az 49 éves, a fiam 56. Igen. A fiam az a Omega hálózatban presbiter, nagyon-nagyon komolyan. Most például épített egy irodaházat 4-5 évvel ezelőtt. Annak egy szintje például kizárólag induló gyülekezeteknek építette. Szóval úgy építette, hogy oda egy induló gyülekezet be tudja menni, és ott lehetett x ideig, amíg nem tud szányra kapni. Igen, igen. Most meg egyszerűen 4 szintes az épület, 2 szintet most ürítettek ki, és ott
indul egy rádió, keresztény rádió. Úgyhogy, tehát annyi csak, hogy hát körülbelül 2 hete volt itt a Süveges Imre, mert ismertem. Na, hát nagyon nagyon szoros hát kapcsolatban hát igen, egy apostola ennek a közösségnek. Igen. Imre, ő egy csodálatos ember. Igen. És szóval egy nagyon nagy felismerés, az én véleményem szerint, amit ő csinál, hogy nem meg a gyülekezetet akar csinálni, hanem a sok kis gyülekezetet összefogni. És a kis gyülekezeteket élve tartani, mert igazán testvéri közösség csak kis gyülekezetekben lehetséges. Hát igen. Tehát ahol már 100 ember van ott. Már ott nagyon hamar. Hát közösség. Én azt mondom, hogy 30 és 50 között, de inkább a 30 valamennyi az ami ahol mindenki ismer mindenkit, és tudja nagyjából még azt is, hogy mi baja van meg. Közösségben vannak, mert ez az, hogy nem csak köszönnek egymásnak, hanem egy élő kapcsolat van, beszélő viszony, és ez. És tudod, hogy mit eredményez ez? Ez megint az én... Szóval a kis közösségben óhatatlanul előkerül az, hogy ki mit tesz a gyülekezetért. Azaz az úr testében hogyan munkálkodik. Milyen elhívása van. Egyáltalán tisztázza magába, hogy neki milyen elhívása van. Ez egy kis gyülekezetben egymásból kihozzák az emberek. Mert különben megint a csúnya, nagyon durva hasonlat. Különben mi van? Én azt mondom, hogy ha én egy ilyen vasárnapi keresztény vagyok, akkor én elmegyek vasárnap az istentiszteletre, veszem a Bibliát, el is olvasom, beszélek is róla, és vége. Ez mi? Ez egy szerep. Én vagyok a szereplő, ott van a szövegkönyv, elmondom a szerepemet, és vége. Vége. A kis gyülekezetbe át kell vinni az én életembe, amit itt van. Tehát nem lehet kikerülni. Igen. Érted? Tehát, és a nagy létszámú gyülekezetbe erre nincs mód. Nincs mód. Meghallgatják a kiváló tanításokat, tehát igen, semmi értelek, nem. Igen. De az, hogy az ő életében munkálkodjon az úr beszéde, az nem adott. Igen. Bocsánat. Annyit kérdeznék, hogy... Bocsánat. Annyit kérdeznék, hogy a kedves feleségedet hogy ismerted meg? Mert... Ez is hozzátartozik így a hívő élet, amely hívő voltál, vagy nem még? Hogy? Nem voltál még akkor hívő, nem? Nem. Hát igen. Mondtam, hogy 75 éves koromban értem meg, és hát 25 éves koromban házasodtam. Abból a házasságból van a 2 gyermekem. Főiskolára együtt jártunk. A főiskolában szerveztek egy népi zenekart. Ő énekszakos, matematika énekszakos hallgató volt, és fuvolázott a zenekarban. Én meg nagybőgőztem a zenekarban, és hát ott próbák szünetében, után, stb. Ott is megismertétek egymást. Igen, de aztán nem tudom, 2-3 éves házasság után elváltunk, de ma is jó kapcsolatban. Például
hetenként ugye megyek le az unokámékhoz imádkozni, lányomékhoz. Ő is ott van, és együtt imádkozunk, tehát megvan a jó kapcsolat. Igen. Tehát akkor így látogatod, és megvan a jó kapcsolat. Ma hetenként találkozunk. Igen. Hetenként találkozunk. És hát elég messzire kell lemenned is, hogy ahogy mondtad, tehát igen, ez igen, nem igen, olyan közel. De azt én komolyan elhívásomnak érzem, hiszem, vallom, hogy a lányomék hitét bibliai alapokra helyezzük. Én felekezeteket soha nem támadok. Igen. Tehát mindenki olyan felekezetben keresse az Urat, amilyenben ő az ő szíve jónak látja, ez ott nem van a helye. De a Biblia az legyen az az alap. Igen, és akkor így azért a gyermekeid is, tehát mind az Úré, hogy ahogy jártok. Unokáim is. Unokáim is aktívan, hát részt vesznek. Hány unokád van, hogyha szabad kérdezni? Unokám, hát két nagy lány van, egyik 30 éves, a másik 27, igen. Igen. És egy fiú unokám van, ő 13 múlt. Igen. Ja, és a 30 éves unokámnál van kettő dédunoka, egy négy éves fiú és egy két éves kislány. Úgyhogy hát akkor igen, már ez. Igen. Aranyosak mind a ketten, és hát ők Ausztriában élnek, úgyhogy elég ritkán találkozunk, de megint az én elméletem, tehát egyszerűen nem, ez a vér, tehát mint a tegnap találkoztunk volna, csüngnek rögtön rajta minden, tehát igen. Nincs az, hogy mit tudom én, fél éve nem láttuk egymást, nem, mintha tegnap lettünk volna. Igen. Nagyon jó. És büszke vagyok rá. Igen, és hát hogy alakult ki, hogy egy közösségbe bekerültél, vagyis hát utána meg, hát most a vezetője is vagy annak a gyülekezetnek. Henderson Paulnak a, vagy Paul Hendersonnak a pászolása alatt működött egy Krisztus gyülekezete nevű gyülekezet, és én oda kerültem csecsemőként, 75 évesen, igen. És ott is merítkeztem be. Nagyon sokat tanultam a Paultól, kiválóan készített fel, és őt elhívták az Agapébe gyülekezetbe, ott a vezető lelkésznek, és hát ő úgy gondolta, hogy az ő gyülekezetét viszi magával az Agapébe. Nos, hát voltunk jó néhányan, akik indulóban nem akartunk menni, és azt mondtuk, hogy nekünk nagyon jó ez a gyülekezet, mi nem értelek, akarunk másik gyülekezethez kerülni. És nem tudom miért, én szóltam, és hát, na, tényleg nem menjünk részletekben, nem szíve, jó, szóval nem akarok megbántani senkit, tehát, mert igen. Ahány ember, annyi nézőpont, tehát nem így akarok van, a lényeg az, hogy maradtunk ott 17-en, akik nem akartunk menni tovább, és mi azt mondtuk, hogy a Krisztus gyülekezete nem szűnt meg, mert csak elment a pásztor, igen. És mi együtt maradunk. És így jó. Miután, hát valamiért
hiszem, hogy a Szent Szellem irányítása, ennek voltak jelei is, akkor hát én kerültem abban a helyzetben, hogy ezt szervezzem, és azóta is betölti az életemet, nagyon örülök neki, hogy hárman vagyunk, akik ezt visszük, és mind a hárman más adottságokkal. Hát úgy, igen. Hát igen, mert az elhívásunk az különböző, de viszont hát így lesz teljessé az, igen, hogy igen. Hát az Isten népe megkapja azt, igen, amire igen, szüksége igen. van. Egyébként most az utóbbi két hónapban csodálatos dolgok történtek a gyülekezetünkben. Na. Jött oda egy anyuka a fiával, interneten van honlapunk, és igen, ott olvasta, igen, és igen. annak alapján oda jött. És néhány gyülekezetben megfordultak, de a fiú nem akart sehova járni. Hozzátartozik, hogy a fiú oxigén hiányosan született, igen. ma 27 éves, süket, hangokat ad, de az édesanyja érti, gyakorlatilag tolmácsolja, és komoly mozgássérült, két mankóval. Na, így jött oda két hónappal ezelőtt. A mankót két vagy három hét eltelte után otthon hagyta, és azóta is mankó nélkül jár. Halleluja. A süketsége a tűzkonferencia alatt megszakadt, de visszatért, megint megszakadt, szóval hol igen, hol nem. Igen. Ma tökéletesen hal. Az egyik testvérünk indulóba hát elkezdett velük foglalkozni, tehát ő már tud beszélgetni a fiúval, tehát igen, már meg tud, igen. Tehát ott előttünk zajlik a csoda, ott bent, és te, amikor bejön ez a fiú, ha láttál még arcot ragyogni, tehát én bennem, jó, ez lehet, hogy nem szép dolog ilyet kimondani, de az Úr dicsőségét tükrözi vissza. Csodálatos, igen. Ahogy mosolyog, és szar. Igen, mert... és hát ez tirejátok is egy nagyon jó hatással van, na, mivel hogy ne? Hát pont hát, ezeket hogy ne? Megtapasztaljátok, hát, meg hogy örültök annak, hogy Isten valóban cselekszik igen. közöttetek. Na és akkor van a másik, van egy fiú, az édesanyjával jár, oda ő is, ő 17 éves, és hát ilyen kisegítő iskolába járt, és hát ott a szakemberek megállapították, hogy hát ő elérte azt, amit el lehet érni, már nem igazán több. Most kertésznek tanul ilyen. Igen. Tehát bekorlátozták. Ez a fiú ma Isten beszédét tanulja kívülről. Várja a következő alkalmat, hogy egy testvérünk, aki a hóna alá vette, az kijelöli mindig, hogy mit tanuljál meg, és akkor azt felmondja, és hogyha valamiért nem tudnak jönni, akkor telefonon mondja fel. Hát tehát, ez csodálatos, igen. Igen. Szóval ott két, szóval nem olyan csoda, hogy na itt hip-hop, ott folyamat, ahogy dolgozik az Úr. Igen. Hát igen, ezt megélni, ez csodálatos. Mert hát Isten, valóban azt nem tudjuk befolyásolni Istennél, az, hogy vagy csoda, vagy egy folyamat által gyógyít, és hát itt ennek vagytok a tanúi, hogy egy folyamat által szépen áll helyre, és gyógyul meg ez az ember. És hát úgy körülbelül mégis hányan vagytok a gyülekezetben? Vagy stabilan ilyen 13-14, szóval az igen. kirobbanthatatlanul ott vannak. Igen. És
olyan 19-22-re teszem a létszámot, most múlt vasárnap 24-en voltunk. Na, igen. Szóval, igen. Akkor vannak így látogatók is, vagy aki érdeklődők, tehát? Nézd, ha ezt veszem, akkor még, ja igen, de vannak 3-4 rendezvényünk egy évben, az olyan 40 fős, tehát a vonzás közvetünk. Igen. És ez családi háznál van az összejövetel, vagy van egy helyetek? Nem, eddig az előbb fiamnak a székházában voltunk. Ja, értem, igen. Most meg a Kövér Lajos utcában van egy nyomelbe, ott hát jó, nem olyan régen én is szolgáltam ott, és na, azért na, tudom, ott vagyunk, igen, hogy akkor ott vagytok, vagyunk, igen. Úgyhogy, most már 6 éve működünk, és az úr akaratából rendben van. Igen. Rendben van, tehát nem egy hirtelen kipattant szikra volt, hanem az úr akarata, mert különben 6 évig nem lehetett volna fennmaradni. Úgyhogy... Hát ez nagyon jó, és hogy hát valóban, ha hűségesek vagytok, Isten megáld és növeli majd a létszámot is, meg hát olyan értelemben nagyon jó az, hogy vannak olyanok, akik nagyon odaszántak, akik hűségesek, és hát ezek majd fogják hozni a többit is. Nézd, én ma a keresztény közösségekben a fő célnak azt tudnám mondani, hogy egyetértés. Legyen egy közös akarat, egyetértés. Tudnék, ahol közös akarat... Tessék, ezt akartam. Igen, csak igen. Ott van áldás. Ott van áldás. Csak ott van áldás, igen. És ezt kell építeni. Azt hiszem, ez a hely, ahol ezt kimondhatom nyugodtan, hogy ez a feladata most a gyülekezeteknek, mert ha jön az ébredés, ha mi nem tudjuk fogadni az embereket, igen, nagy baj van. Nagy baj tehát van, ne, van. Nekünk készen kell lenni arra, hogy a tömeges megtérő embereket fogadjuk. Külön-külön is, meg esetleg csoportosan is. Igen. Ha erre nem leszünk készek, akkor nagy baj van. Igen. Hát ez nagyon jó, majd erre vissza is térünk a későbbiekben, csak még annyit szeretnék kérdezni, hogy ha volt-e ugye az életedben, talán különösen, amikor már megtértél, hogy olyan próba vagy nehéz helyzet, amin át kellett menni, és Isten hogyan segített ki ebből. Tehát, mert ez a nézőknek egy nagyon fontos, hogy a mi hívők is sokszor belekerülünk ilyen nehéz helyzetbe, de Isten mindig ott van, és a megoldást is megadja. Most személy szerint én vagy körülöttem? Hát, ami a szívedben van most, hogy akár személy szerint, vagy akár a körülötted lévők életében is. Hát kettőt mindenféleképpen, ha erről beszélünk, kettőt el kell mondanom. Igen, jó. Mind a kettő a családban volt. A fiam, azt hiszem 3 vagy 4 évvel ezelőtt, olyan tüdőgyulladást kapott, hogy a tüdejének a 85%-a nem működött, és emellett az a kórokozó, nem tudom megnevezni, az a kórokozó megtámadta a szívét is, és a szívbillentyűit megette. Tehát két olyan betegséget kapott egyszerre, amiben külön-külön is meg kellett volna halni. És érsebészeten volt egy professzor, aki azt mondta, hogy ez egy jó fizikumú fiatalember. Van esély arra, hogy kibírja a műtétet?
most a műtét, műtőasztalon nem éri túl, vagy egyébként meghal, adjuk meg az esélyt. És megoperálta. Teljes gyógyulás, teljes gyógyulás. Három hónapig tartották kómába. Ameddig csak lehetett. És teljesen felépült, sportol, vállalkozó, az Omega hálózatban élharcos, szóval tényleg komolyan a felháznak a idős tanácsadója, tehát ő, ez csak az Úr, tehát itt nincs barna. Egyébként két évvel később egyszer, direkt nem kérdeztem, soha, ő mondta, hogy valahogy Bibliáról beszélgettünk. És akkor mondja, hogy ő nem találkozott az Úrral, de a sátánnal igen, amikor kómában volt. Igen. A sátán azt mondta neki, hogy megkaptalak az Úrtól, úgyhogy jössz velem. És akkor azt mondta a fiam neki, hogy az Úr ilyet nem mondott, takarodj innen. És a sátán elment, és tehát mindenféleképpen természet fölötti dolog történt vele, ez biztos. Igen. A másik az, hogy ez a 13 éves unokám, ő 3 éves koráig beszélt, és most 10 éve, most már 10 éve nem beszél. Minden létező, tehát Amerikától, Németország nyugati feléből minden létező helyen vizsgálták, és magyar szakértők is, ismeretlen eredetű beszédzavar. Mindenhol ez a diagnózis. Na most a gyermeket senki nem tanította számítógépet kezelni. Felteszel neki kérdést, válaszol a számítógépen, tehát lehet vele kommunikálni. És ugye hetenként imádkozunk együtt, és hát ez elsősorban ő körülötte, és a szüleiért való imádkozás. Olyan üzeneteket kapunk rajta keresztül, mikor Angliában volt az a terrortámadás, 2 héttel előtte, mind anélkül, hogy valami előzmény lett volna, imádkozzatok Londonért, vagy imádkozzatok azért, hogy tudjatok Isten hittel szólni. Olyan szavakat használ, amit mi nem is, tehát és ez föl van írva, szóval erről... Igen. Szóval legalább 60-70 ilyen dolog van. Tehát a Szent Szellem rajta keresztül szól hozzánk. Igen. Szól hozzánk. És a gyülekezetnek is kérdeztem tőle, hogy ezt elmondhatom a gyülekezet, szóval olvassátok együtt. Már, mert ugye ő számítógépen írta, és igen. Ne. Tehát ez ott is az Úr munkálkodását, tehát egyértelmű, hogy a szülők gondolkodásán való változás. Ja, hát egyszer ezt is megmondta, hogy tudnotok kell, hogy az én betegségem a ti tanításotokra van. Még. Tehát... Igen. Ez a két dolog, amit ugye el akartam mondani. Igen. Hát hadd erősítselek meg abban, hogy hát sok mindenen én is átmentem, és pont a születésem után, 6 éves koromig, 16-szor voltam tüdőgyulladásba.
Tehát ez is lehet, hogy pont annak a oka, hogy Sátán tudta, hogy az ellensége fog jönni, és akkor el akart volna pusztítani. És hát nem vagyok tüdőbeteg, nem vagyok soha beteges, mert hát Isten föl is használ abba, hogy hát emberekért imádkozok, és Váci kórházban is járok már 26. éve, és hát itt látszik az, hogy Sátánnak vannak nagy veszteni valói, amikor jönnek olyan emberek, akik hát az ő munkáját rombolják, és hát itt látom, hogy pont a fiad életében is talán egy hasonló dolog, mert ő azon van, hogy öljön, pusztítson, raboljon. Isten meg azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk, és hát ezért nem mindegy az, hogy hát hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, és ő valóban hát velünk van, és minden helyzetben fordulhatunk hozzá, és ő megoldást ad, és kimenekedést is megadja, hogy elszenvedjük. Tehát van, amikor nem abban a pillanatban, van, amikor, ahogy beszéltünk, folyamat által történik a gyógyulás, de ez mindez létrejön és megtörténik. Igen, dicsőség az Úrnak. Igen. Igen. Hát még szeretném azt kérdezni, hogy hát az ébredéssel kapcsolatos ez a műsor, és ez az adás, és hogy az ébredéssel kapcsolatban mi a látásod, és hogy te miben hiszel, hogy elérkezik-e, vagy hogy érkezik el, hogy mégis ezt megosztanád velünk? Az első válaszom, hogy igen, jön, igen. Lesz, kikerülhetetlen. Amen. De azt viszont tudomásul kell venni, hogy ennek az időzítése az Úr kezében van. Tehát, hogy ez mikor következik be, ez erre igen. Mi készülhetünk, de befolyásolni nem tudjuk. Hát kétféle megközelítés. Az egyik az, hogy az Úr mindenkit elhívott, hogy magához hívott. És Istentől bennünket a bűn választ el. Igen. Na most, ha jön az ébredés, az megtérésekkel jár együtt, és akkor a bűn kiiktatódik. És akkor mi ott vagyunk Isten előtt, nincs köztünk semmi gát. Tehát ezért is be kell következni, mert az Úr elkezd valamit, az be is fejezi. És általában, nem mindig, általában jól, mert Szodoma és Gomorra esetében nem éppen ezt tette. Na, jogos volt most, nem, igen. De csak, szóval mindig a javunkat akarja az munkája Úr, ez egyértelmű. Ez egyik megközelítés, amiért ennek be kell következni. A másik pedig az, hogy és én most nem Magyarországról beszélek, Európáról mindenféleképpen, aztán, hogy a többi kontinensen hogy van, ezt nem ismerem, nem tudom. Egy erkölcsi vészhelyzetben vagyunk. Tehát olyan dolgok történnek meg körülöttünk, ami a társadalmi normáknak nem felel meg. Az erkölcs az ugye a társadalomnak elfogadott emberi életmód, és amit jónak ítél ez a társadalom. Na most itt egy csomó olyan dolog van, amit nem ítél a társadalom jónak, de van egy réteg, egy most 10%, nem tudom, lehet, hogy 12 vagy 8, aki élharcosa ennek a nem erkölcsös életnek,
És ezt olyan hangon csinálja, hogy akik ezt elítélik, azok most úgy hallgatnak vissza, hogy néznek. De egyszer csak elegük lesz ebből, és akkor jön az ébredés. Hiszem, tehát mindenféleképpen hiszem, hogy az emberek túlnyomó többsége, tehát 80% legalább, az elítéli ezeket az erkölcstelen a dolgokat. És jó, csinálják, én ebből nem kérek, elhatárolódom, de ez nem elég. És itt mondtam, mint az előbb mondtam, hogy az majd az Úr dönti el, hogy na mikor mondja ez a nagy többség, nagyon nagy többség, hogy na most már elég, és akkor jön az ébredés. Na most nagyon-nagyon nagy szerepe van a kereszténységnek abban, hogy mi történik ezután, vagy az alatt, az ébredés igen, alatt. Igen. És után. Tehát a keresztény egyházaknak, bocsánat, visszavonom, keresztény felekezeteknek, mert a keresztény egyház az Krisztus egyháza. Tehát egyház az a Krisztusé. Felekezetek vannak. De még lehet, hogy te nem találkoz. A mi gyerekkorunkban, a bizonyítványban nem az volt, hogy milyen vallású, hanem milyen felekezetű. De így volt a kérdés a bizonyítványban. És be kellett írni, a római katolikus. Az első osztályos bizonyítványom nekem megvan, és ott van, milyen felekezetű. Római katolikus. Tehát felekezetek. Na, tehát a keresztény felekezeteknek ez lehet történelmi egyház, ez lehet most alakult karizmatikus gyülekezet, de Biblia alapú, nagyon nagy feladatok van, hogy fogadni tudják az újonnan megtért, felébredt embert. Igen, igen. Problémáival együtt, meg közösségbe való bevonása, mert igazán építeni keresztényé embereket csak közösségbe lehet. Ez a... Igen. Hát szóval nagyon... Isten mindenkit elhívott. Jó, hogy ezt elmondtad. Hát arra visszagondoltam pont, hogy hát úgy ismeretlenül is pont egy olyan összejövetelen találkoztunk, ahol hát lelki pásztorok így, hogy üljenek előre, és akkor oda jöttél, és hát névjegykártyát cseréltünk, és hát így találkoztunk, és hát azóta nem is találkoztunk még, és eszembe jutott, hogy hát kellene, hogy azért jobban megismerjük egymást, és hát azért hívtalak el, és hát örülök annak, hogy hát ilyen aktívan benne vagy a hívő életben, meg hát, hogy ebben a korban is, hát látom, hogy nem vonultál vissza, hogy jaj, most én nyugdíjas vagyok, jaj, most én már nem akarom ezeket, és ezért örülök, hogy hát most egy olyan emberrel találkozom, aki tudja azt, hogy miért szolgálja az Urat, tudja azt, hogy nem életünk végéig ez az elhívás, ez működik, tehát ez egy nagyon fontos. És hát így látom a te bizonságtételeidből, hogy hát valóban te nem hátráltál meg, ami hát elmondtál, hogy ugyan hát még nem hívő korodban elváltál, és hát nem is akartál megnősülni, tehát hogy maradtál így egyedül, tehát. Nos, hagyd mondjak valamit. Szóval mi azért teremtődtünk ember, igen, hogy Istent dicsőítsük és szolgáljuk. Ez az. Érted? Ez nagyon jó. Nincs mese. Ez olyan
tartalmat ad az életnek, és olyan célt ad, kimeríthetetlen. Na, úgyhogy... Igen. Hát ez valóban jó, hogy hát így gondolkozol erről, mert valóban az utolsó leheletünkig tudjuk azt, hogy kinek hittünk, és tudjuk azt, kit szolgálunk, és ez egy megbánhatatlan, tehát egy olyan dolog, amikor hát megismertük őt, ráléptünk erre az útra, ez nem olyan, hogy egy kicsit járok rajta és visszafordulok, mert hát azt mondja az ige, aki az eke szarvára veti a kezét és hátra tekint, az nem alkalmas az Isten országára. És úgy ezt látom a te életedben is, hogy valóban hűséges vagy, és ahogy mondtad is, hogy mennyi sok időt arra szentelsz, hogy hát mind az Úr dolgaival foglalkozz, a gyülekezet dolgaival, és hogy hát mind ezekben hűségesen kitartasz, és ezt megáldja az Úr. De örömmel csinálom. Igen, hát azért ad örömöt, mert Isten beváltotta az ő szavát az életedben, hogy amire elhívott, hogy azt valóban megtedd, és abba hűségesen megálljál. Itt van az utolsó mondat. Hogy van? Nem akarom... Szemüvegben, igen. Hogy hívják, elnagyolni. Minden sikerül, amit tesz. Igen. Vagyis sikeressé tesz Isten. Igen. Az övéit abban, hogy hát inkább ez a szó helyesebb áldása lesznek, mert siker van a világban, de mi inkább áldást, arra hivatunk el, hogy áldást örököljünk, és ez csodálatosan teljesedik be. És hát nagyon elszaladt az időnk is, és hát olyan jó volt mindezeket hallani, aki időskorban fogadta el az Úr Jézust, hogy 75 évesen, és ez csodálatos, hogy így ezt elmondtad, és hogy ez motivál most is, hogy mindabban megtegyed, mindazt megtegyed, amire Isten elhívott. És hát úgy, ami most a szívedben előjött, vagy hát az akár az ébredéssel kapcsolatban, hát szeretnél megkérni arra, hogy imával fejezzük be ezt az alkalmat, és először téged kérnélek meg arra, hogy imádkozzál, és mondd el mindazt az Úrnak, amit a szívedre helyezett, vagy amit még szeretnél mindazt megkapni, vagy megélni. Drága mennyei atyám, te vagy a mi kősziklánk. Rád építünk, benned bízunk. Kérlek, figyelj oda arra, hogy a te néped úgy tudjon téged szolgálni, ahogy te akarod. A te akaratod valósuljon meg itt a földön is, amint a mennyben. Drága mennyei atyám, várjuk azt az időt, ami az ébredéshez vezet. Ezt te időzíted, és ez megváltoztatja emberek millióinak az életét, gondolkodását, és téged fog keresni, aki mindig nyitott, kitárt karokkal vársz bennünket, csak nekünk jelentkeznünk kell, hozzád kell fordulni. Drága mennyei atyám, te vagy a cél, hozzád igyekszünk Jézus Krisztus által. Ó,
ott leszünk előtted. Amen. Amen. Atyám, az Úr Jézus drága nevében jövünk eléd, és áldunk téged azért, Uram, hogy valóban megismerhettünk téged, befogadhattunk téged a mi szívünkben, és köszönjük azt, Uram, hogy ez egy megbánhatatlan volt, amikor mi igent mondtunk a te hívásodra. Köszönöm neked, Uram, hogy itt lehet az én testvérem, aki idős kora ellenére is, ahogyan ő hallott te rólad, befogadott téged, és valóban neked szolgál, és teljesen oda szentelte az ő életét, hogy a te dolgaiddal foglalkozzon, és azt töltse be az ő életét. Kérlek, Atyám, hogy te adj erőt néki továbbiakban is, hogy valóban hűségesen meg tudjon állni, és mindazt, amire elhívtad, be tudja tölteni az ő elhívását. Köszönjük neked, Uram, hogy erre vársz az életünkben, hogy amit adtál, ajándékokat, azt mind tudjuk kamatoztatni, és tudjuk az embereket elvezetni te hozzád, hogy megismerjenek téged. Köszönöm, Uram, ezt a lehetőséget. Köszönjük azt, Uram, hogy valóban arra várunk, hogy te elhozd az ébredést, a felüdülésnek az idejét, és hadd jöjjön el az egyéni életünkben, gyülekezeti életünkben, ebben az országban és az egész világon, hogy nagyon sok ember még megismerjen téged, és az igazságot megismerhesse, amely szabaddá teszi az ő életüket. Köszönjük ezt neked, és áldjuk a te szent nevedet azért, Uram, hogy te azért válsz még, azért nem jöttél vissza, hogy azt akarod, Uram, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság megismerésére eljusson. Köszönjük neked, Uram, ezt a lehetőséget is, hogy most ezt is sok ember hallhatja, megnézheti ezt az adást, és te munkáljad az ő szívüket, hogy valóban keressenek téged. Köszönjük neked, Uram, mindent, amit adsz a mi életünkben, és amit megtehetünk te érted, te adj ehhez minden nap erőt, egészséget, hűséget, odaszánást, hogy soha ne legyünk olyanok, akik belefáradunk, vagy visszafordulunk, hanem el tudjuk mondani azt a jót, amit velünk is cselekedtél, hogy az emberek hallják az evangéliumot, és hit támadjon az ő szívükben. Az Úr Jézus drága nevében hallgassál meg minket, Atyám. Amen. Amen. Megköszönöm a kedves televízió nézőinek, hogy önök minket választottak. Isten áldja meg az önök életét, és valóban keressék az Urat, még megtalálható, és hívják segítségül az ő nevét, és hiszem, hogy soha nem fognak csalódni abban, mikor Istent keresik, mert ő megáldja az önök életét, és kisegíti olyan helyzetekből, ami talán emberileg kilátástalan, Isten önökkel lesz. Isten áldja meg önöket a viszontlátásra. Az Úr békessége legyen önökkel, veletek.